Az Ójjá életérzés a Szabadság zenéjén a jazzen keresztül törhetett fel először szabadon, és terjedt el világszerte. Az Ójjá, amit Armstrong egyébként a számai zömének a végén elénekelt. Tu-du-du-tap-tu-du-tu-tu. Ójjá. És nekem nincsenek olyan szép fehér fogaim, meg nem is tudok akkor átvigyorogni, mint ő. De ezt rendkívül látványosan csinálta, szóval ez az Ójjá sokkal tömörebben, érthetőbben, hűebben kifejezi azt, amiről ez az egész zene szól, tehát a klasszikus jazz, ami ugye a jazznek a, mondjuk úgy röviden, hogy a táncolható része. És hát ezt mindenki szereti, ezt a zenét, de nagyon kevesen ismerik. Az Ójjá az életigenlés eszenciája, az életöröm végtelenül egyszerű, a világon mindenki számára érthető megnyilvánulása, ami a legtöbbek szemében a klasszikus jazz királyához, Louis Armstronghoz kötődik. Ő volt az, aki ezt az egyszerű, mégis kifejező szókapcsolatot rendszeresen használt a zenéjében. Az Armstrong féle életöröm azóta sem változott, és noha minden zenei műfajnak megvan a maga Ójjája, a klasszikus jazz az egyetlen, aminek lényege máig változatlanul él. Kiskörösön a Bohém Ragtime Jazz Band és a kiskörösi Szürke Verebek Jazz Bandájának ajándékkoncertjén is ez az életérzés jutott el a közönséghez. Tamással közösen kitaláltuk, hogy hát legyen akkor valami, figyelj, vagy jó, dobjuk fel akkor itt a közönséget, kimentünk a strandra, gyerekek azonnal körbe szaladtak minket, a medencékből kukucskáltak, kérték a németek a prospektusokat, ahogy hallom itt már itt a német hangot, hogy ezek szerint jönnek is, aztán kicsit átmentünk a főtérre, ott éppen elvert minket a zápor, de nem baj, picit zenéltünk, ott is osszogattuk a szórólapokat, és este kiderül, hogy beférünk-e vagy nem. Ha nem férünk be, az azt jelenti, hogy akkor jövőre is menni fogunk a strandra meg a főtérre. A kiskörösi koncerten a zenészek és a közönség a valahaért legismertebb jazzmuzsikus Louis Armstrong születésnapján együtt énekelték Armstrong híres Ójjá dalzáró fordulatát.